És nézzünk, azt szoktam ugye mondani, amikor Nassai Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke a vendégünk, hogy tömegközlekedünk. Megpróbálunk, de most egy kicsit másképp szeretnék erről beszélni, mert valahogy furcsa számomra, az olvasom az újságban, hogy a divatról is kellene beszélgetni, mert ugye egyes volánnál működő szakszervezetek vitába keveredtek a munkáltatóval a rövid nadrágok hossza kapcsán. Kicsit megütköztem ezzel, hogy ilyenről kell beszélgetni? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen, ugye a nagyon fontos kérdés, amiről szó van. Nem sokan röhögnek rajta, már bocsánat, igen, nem pedig egy fontos kérdés. Nem feltétlenül divat oldalról közelíteném meg. Ugye eltérő előírások vannak bizonyos munkahelyeken a formaruhát illetően, mert ugye nem munkaruháról beszélünk, munkaruha az, amit a szerelők hordanak, és ezt is nyilván biztosítani kell számukra, ez a formaruha, ennek a meghatározása, ez egy egyeztetés végén jön létre, ahol a munkáltató egyeztet egyébként jó esetben a munkavállalói képviseletekkel. A lényeg nagyjából ugyanaz, hogy van egy cég, amelyik ezeket gyártja vállalattól függetlenül, és az előírás, vagy a meghatározás az eltérő lehet. Na most, hogy miért fontos, amiről a Dobi kollégám, amiben beleállt, ez a rövid, hosszú nadrág. Én azt gondolom, hogy ma már szerintem nagyon nehéz megkerülni a klímaváltozás kérdését. És azt is gondolom, hogy egy foglalkoztatónak azzal tisztában kell lenni, hogy a mi gyerek vagy fiatalkorunkhoz képest 6-8 fokos melegedést érezhetünk, és jó esetben nem 10-12 fokot ahhoz képest egy nyári kánikulai napon, és itt nem az átlag hőmérsékletről beszélek, hanem az effektív hőmérsékletről. De hogyha akár magunkra nézünk, akkor is, hát régen ugye hát az előírások ugye rövid ujjúink viselését nem engedik. Itt nagyjából a rövid nadrágról van szó, ez egyébként a BKV-nál egy engedélyezett viselet. Én azt gondolom, hogy nem épp elmélyű az, aki azt gondolja, hogy egy járművezetőnek, független attól, hogy légkondicionált járműben ül, vagy pedig légkondicionált hiányában, vagy rossz légkondis járműben ül, ott kell hosszú nadrág, zakó, nyakkendő, és a többi, lehet ezt fokozni bármeddig ülni, hiszen hogyha belegondolunk, hogy akár például az afrikai hadseregeknek a forma vagy egyenruhája is rövid új, rövid nadrágból áll. Ugye vita ezen bontakozott ki, mert azt gondolja ott a munkáltató, hogy kegyet gyakorol, hogyha azokban a járművekben, ahol nincs légkondicionáló berendezés, ott ugyan enged valamilyen könnyítést, de hát a légkondi a szent és értetetlen. Ugyanakkor azért a valóság más képet mutat, hiszen mondom, sok esetben légkondicionált berendezés nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal működik. Ráadásul ugye a munkaidőnek csak egy része az, amit a klimatizált járműben tölt a dolgozó. Egyébként meg leszáll, sem gondolnám azt, hogy ott kell infarktust kapnia. Harmadrészt a vezetőfülke azért az egy nagyon kitett terület. Tehát ugye a hatalmas szélvédőn eleve akkora mennyiségű napsütés érkezik. Szerintem a nézők is tudják, hogyha légkondicionált autókkal utaznak, de süti őket a nap, nincs az a légkondi, amelyen súlyozni tudná. És ugye ebből fakad az, hogy túlhűtik az autójukat, és akkor megfáznak, egyéb betegségeket szenvednek el, mert a nap viszont kegyetlenül süt. Én azt egyetértve a kollégámmal, én úgy gondolom, ez egy fontos kérdés, hogy a dolgozó legyen annyira megbecsülve, hogy nyilván meg lehet határozni, hogy mi az elvárás, hogy ne kelljen ilyen kiszolgáltatott helyzetben dolgozni, másrészt pedig hát én azt is gondolom, hogy ez nem biztonságos. Tehát amikor valaki ott
kap hőgutát a fülkében, akkor tényleg az a lényeg, hogy legyen nyakkendője, nem, ez nem lehet lényeg. Vagy világos. Sose dolgoznék rövid nadrágban, de ennek is megvan a határozó, hogy mit is értünk rövid nadrág alatt, de aki így jobban érzi magát, az dolgozhasson. Most nem véletlenül kérdeztem mindezt, mert pontosan a légkondicionáló berendezések jutottak az eszembe, és főleg annak kapcsán, hogy augusztus 1-ével több vasúti szállvonal előtt is megszüntetett a MÁV, mondván azt, hogy majd a Volán fogja pótolni itten az emberek szállítását. Ehhez mondták, elhangzott többször is, légkondicionál, csiriviri buszok, és már itt fognak jönni-menni. Jönnek-mennek ezek a buszok? Hát ezt mondja, de most ezt tulajdonképpen nem tudom, hogy ki mondta, mert ugye a MÁV szünteti meg, és mond valamit, ugye azért még nem egy cég teljesen a MÁV Volán, bár egyre inkább folytatódik ez a fúzió, hogy felszippantja a MÁV a Volánbuszt, és már bizonyos területek átadásra kerültek egyébként a Volántól Humán és a többi ilyen informatikai részleg a MÁV részére. De azt gondolom, hogy attól, hogy megszüntetünk egy szárnyvonalat, attól nem lesz több busz. És pont a múlt héten kezdeményeztem egy konzultációt, amire sajnos nem kaptam egyelőre választ, úgyhogy tegnap ismételtem meg, ugyanis, hogy talán aki arra felé közlekedik az agglomerációban, az láthatta, hogy új autóbuszok kerültek forgalomba, ezek ilyen CNG gázos autóbuszok, és hát a dolgozók visszajelzése alapján szemben a korábbi flottával, ami egy igen jó és megbízható konstrukció volt, itt számtalan olyan hibát jeleztek, ami akár az üzembiztonságot is megkérdőjelezi. Tehát az sem mindegy, hogy ha új, akkor milyen új. De hát ugyebár nyilván az a flotta, ami itt szolgált, az majd vidékre megy. Tehát az, hogy eleve új buszok kerülnek beállításra, egyébként új vonalakon, nem feltétlenül biztos, mert az eddigi vonalaknál is igen komoly elmaradások vannak a korszerű, új, szép járművek területén, bár vannak ilyenek, ez tagadhatatlan, vannak kellemes, jó légkondis autóbuszok, de van még hova fejlődni. Ha ez lenne az érv, akkor én azt mondanám, hogy lehet kapni korszerű, gyönyörű légkondis vasúti járműveket, úgyhogy akkor miért nem azt szerezzük be? Tehát akkor ezek szerint ez egyelőre még nem valósult meg teljesen a szárnyvonalak kiváltása, illetve az emberek szállítása, ha jól értettem, ez nem teljesen oldódott még meg ez a kérdés. Hát ugye én úgy vettem észre, hogy ez elég hirtelen jött, nem feltétlenül teljes mértékben előkészített döntés volt. Emlékszünk erre, hogy korábban is már korábbi kormányok is kacérkodtak ezzel a gondolattal, próbáltak megszüntetni zárvonalakat. Akkor éppen a jelenlegi politikai erő volt az, aki ezzel nagyon tiltakozott. Nem vagyok abban biztos, hogy nem kéne többet törődni a kötött pályával, a vasúttal. Tehát lehet azt mondani, nyilván én személyes érintettségem okán is mondhatom azt, hogy ahol én lakom, ezt már nem említettem is, ott a korábban, mikor még járt autóbusz, akkor pár száz méterre volt, a vasútállomás meg másfél-két kilométerre. Nyilván a busznak ez az előnye megvan, ha van. Hogy igen, hogy lehet bárhova vinni, megállítani, de ettől is sérülnek az emberek, mert mindenhova a busz sem fog elmenni. Én nem tartom ezt jó ötletnek, de alapvetően ez nem feltétlenül szakmai kérdés, nem feltétlenül mi munkavállalóinkat érinti, sokkal inkább a lakosságot. De világos, hát a munkavállalókat abban a szempontból érinti, hogy legyen, ha van busz, akkor legyen ember, aki ezt a buszt beszélni. Az egy másik kérdés, hát ugye, de nagyon fontos kérdés, így igaz. Hiszen az utóbbi időben nem annyira avval találkozunk, hogy túlkínálat lenne elvezetőkből.
Abban sem vagyok biztos, hogy egy vasúti járművezetőkből volna túlkínálat, és ráadásul a vasút, de akár a villamosvezetőképzés is egy sokkal hosszabb időtartamot vesz igénybe, mint egy autóbuszvezetői, tehát nyilván ott is van személyi probléma, de autóbuszvezető tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz találni. Valahonnan kell, ugye az első kérdés az a technikai megoldás volt, hogy vannak-e járművek, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy humán kérdés, hogy emberek vannak-e, nem vagyok abban biztos, bár ugye, hogy szokták mondani, hát úgy még sose volt, hogy ne lett volna valahogy. Ez azért jó felvetés, mert akkor a következő kérdésem pont a BKV lett volna, igen, hogy ott mekkora szakember hiány most, és hogy inkább jönnének a BKV-hoz dolgozni, mint a Volánhoz. Emberek? Hát igen, ezt szoktam mondani, hogy nagyjából van egy ilyen körforgás. Tehát ugye ez, amiről beszélünk, ez Budapest és vonzás körzete, hiszen elsősorban innen adónak a járművezetők, természetesen jönnek távoli vidékre munkásszállókról, vagy akár távolabbról ingázók is, de alapvetően ez a kérdés. És én a saját tapasztalatomból azt tudom elmondani, hogy mennek. Mindig valahova mennek, merít jobb, merít még jobb, merít meg, aztán kiderül, hogy nem. Alapvetően nem is önnek kell megközelíteni, hol jobb, hanem hol kevésbé rossz. Én azt szoktam mondani, hogy mindent egybevetve, és nyilván kompromisszumokat kötve, legyen az műszaki állomány, vagy műszaki járműállomány, bármi, mindent összevetve, én mindig a BKV-t szoktam elsősorban ajánlani, hiszen a legjobb kollektív szerződés van, a legerősebb szakszervezeti jelenlét, legjobb munkakörülmények, ilyen szempontból, hát ugye azért azt is tudjuk, hogy azért a Volánbusznál ez a munkaidő egy része igazából nem is munkaidő, mert az készenlét meg készültség, ami azt jelenti, hogy a törvényes munkaidőnél úgy dolgoznak többet, vagy vannak kötelezve arra, hogy a munkahelyekkel legyenek a dolgozók, hogy az nem számít bele. Ezt ha nem sikerül rendbe tenni, akkor az sose lesz szerintem elfogadható helyzet. De alapvetően mondom, ez mennek egyik cégtől a másikhoz, aztán vagy visszamennek, vagy elmennek a harmadikhoz. De a létszámhiány az jelentős. Nem véletlen, hogy ugye több cég köztük a BKV is úgymond fejpénzt kínál, mind az új belépőknek, mind annak, aki idehozza, vagy a magánszolgáltató Arriva, vagy hát most ugye, mint Tatabányán is ott vagyunk, mert Tatabányán is fejpénzzel csábítják a dolgozókat. Talán meg kéne becsülni azokat, akik itt vannak, és akkor jobb lenne a helyzet. Hát megoldandó feladat munkavállalónak, munkáltatónak, mindenkinek egyaránt. Köszönöm szépen, köszönöm szépen én is.